Próba, 1, 2, 3, 4, 5. Na sziasztok srácok, remélem elindult a stream. Áron, üdvözletem ismét. Hello László, üdvözlök mindenki. Na hát nyárnyitó live. Most van rá időm, és akkor veletek együtt elkészíte egy MSTS feladatot. Megmutatom egy ilyen egyszerű példa, hogy hogyan kell az MSTS-ben feladatot készíteni. Egy pillanat. Na, hát akkor itt is van, tehát az MSTS-es küldetéseknek az alapja ez a TSR5 nevű programnak a Consist editorja. És akkor itt látjátok, hogy mennyi vonat van, rengeteg, és akkor most megmutatom, szerintem a letöltés tutoriál folytatásaként, hogy hogyan kell küldetést készíteni. Na tehát most egy pillanat. Közben én is szórakozok, mint mindig, szokás szerint. Na, tehát akkor itt van, nem ez, hanem ez. Tehát én itt szoktam csinálni, hogy az elvirán keresztül nézem a menetrendet, mi pedig ezt a 11 óra 3 perckor induló személyvonatot fogjuk szépen megcsinálni. Látjátok a vonatszámot, illetve itt látjátok a menetrendet, ez a mai vonat, ami majd 2 óra múlva fog indulni Hidasnémeti állomásról. És van egy nagyon jó oldal, aminek az a neve, hogy Vagonweb, ez egy cseh oldal, de ebben nagyon jól le vannak írva a vonatok összeállításai. Videóhoz nagyon sokat szoktam használni. Meg is keressük a mi vonatunkat, itt is van. És hát azt írja, hogy a menetrendben egy startos Taurus húzza 3 darab húgyos klasszik BHV-val, de mi a Taurust Traxra fogjuk átírni. Ugyanis Trax nem nagyon volt, mert ez egy talány videóhoz fog készülni, és a Traxokat nagyon hanyagoltam a talány videóban, mert nem találtam normális vezetőállás hozzájuk. Hát most már van, úgyhogy Traxsal fogunk menni. Tehát itt a file menüpontban a new-ra rákattintatok, beírjátok először a nevét. Én általában mindig a vonat számot szoktam beírni. Tehát, jaj, 5335. És akkor itt kiválasztjátok, hogy elektrik, tehát hogy villanymozdony szeretnétek. És akkor beírom a pályaszámát, hogy 480, és itt kiadja az összes traxot, ami van. Látjátok, van egy jó pár. És hát nem tudom, milyen trax legyen, majd meglátom, hogy melyik legyen. Látjátok, itt van mindenfajta. Hát nem tudom igazából, tehát az a problematika, hogy én nem tudom, hogy melyik trax megy igazából ezen a vonalon. Tehát, hogy nem tudom, hogy igazából melyik trax megy ezen a vonalon. Hopsz, közben átváltottam. Közben ezt lekicsinyítem, mert ez így
hatalmas, úgyhogy látszódjon minden. Na, itt talán jó is lesz. Nem, így lesz jó. Tehát nem tudom, melyik trax van, úgyhogy nem igazán tudom pontosan, hogy melyik traxot kell betenni. Úgyhogy hát választok valamilyen traxot, nem tudom melyik legyen. Hát ugye itt látjátok, nekem a Hashtart 480 mappában vannak ezek a traxok lementve. Hát nem tudom, az a baj, hogy melyiket válasszuk. Válaszok mondjuk, ó, Kajlatrax, nem lenne rossz választás ez a Kajla, mert ez ugye, bár ez mondjuk most nálunk Szegeden van, nagyon-nagyon vendégségben, vagy hát volt, amíg a vágányzáról, nem tudom melyik legyen. Legyen mondjuk a 010, na, hol van, 012-es lesz a mi Traxunk, ez a ha nagy leszek, vasutas leszek, kampány Trax, és beírjuk a Carriage-ben, itt rákattintok a Carriage, és beírjuk a vagon típusát, hogy B, H és V, és akit látjátok, itt vannak a fecskék, és itt vannak a normál BAV-k, és akkor keresünk valami miskolci honállomásos kocsit, hát ha rá tudnék nagyítani, akkor látnám, ez nyugati pályaudvar. Ez már Debrecen, de ezek meg az a baj, ezek nagyon rondán néznek ki, nyugati pályaudvar. Ezek valami régebbi modellek. Na, itt egy miskolci honos, a 798-as, akkor, ja igen, ez a retro, ez is a retro, és ez celdömölki honos, ez nem az, ez ugyanaz, ez egy szegedi honos, BHV, ez is egy szegedi honos, ez biztos nem rakjuk be, ez se, ez nagyon meg van kopva, ez celdömölki honos. És igen, már a patkányok jönnek, úgyhogy debreceni honosokkal kell berakni. Legyen akkor a 705-ös, és a végére meg a 686-os. File menüpontban a Save gombra rányomtak, akkor el tudjátok menteni. Tehát ez az alapszerelvény, 3 darab sima, húgyor BHV és a 12-es Trax. Újabb csinálunk. Ismét beírjuk a vonatszámot, és egy kötőjelet betesszünk. És akkor meg is nézzük itt az Elvirában, a új menüpontra kattintva, vagy az első AI vonat, AI személyvonat, hogy kiírja a késéseket, nagyon szupi, AI személyvonat az mikor érkezik be. Most ahogy látjátok, van egy 5332-es számú AI vonat, amely Miskolcról érkezik, és ugye hát nem ez megy vissza, mert 15 perc az elég kevés, hanem ez majd a 13 óra 3-os lesz, úgyhogy meg is keressük az összeállítását. Az pedig Szili és Húgyor BHV. Na most, hát Szilivel megint nem vagyok jó. Közben azért vonatszámot beírok, tehát hogy a Szilivel nem vagyok túl jó, úgyhogy valami Szilit berakunk. És én inkább Olba szoktam keresni. Itt vannak-e a Szilik? Hát sok választék van. Hát melyik legyen? Nem tudom. Nem tudom igazából az a problematika. Jó, hát nem a szegedi személye. Természetesen nem azt a mozdony fogom berakni, amit a szegedi személyen levideóztam. Hát melyik legyen? Legyen mondjuk a... Hát nem tudom. Legyen mondjuk a... Nem tudom. Ez biztos nem. Hát akkor Sac per KB, legyen a minden egyes, a 431, 111-es. És ismételten húgyos BHV-kat rakunk be. Jó, igazából mindegy, hogy milyen BHV-t rak be az ember, csak BHV legyen. A honállomást azt én általában nem szoktam nézni, hogy milyen honos. Jó, de hát azért nem a retrót rakjuk be. És akkor el is menjük. Illetve én még szeretnék olyat, hogy tervonat is közlekedjen. Tervonatnak bármilyen számot tudtak adni. Adjuk most neki a 28250-es számot. És hát valami tervonat kellene, hát akkor azt vigye. Mondjuk egy Real Cargo Hungáriás Taurus, ugye az szokott járni. Itt is vannak a Real Cargo-s Taurusok. Ja nem? Nem ez. Ez nagyon jó lesz. Elmegyünk az 1116-015-ös és tervagomba. Hát mit vigyen? Freight menüpontban találtok tervagonokat.
Nekem most alapaktusok vannak, nekem igazából ez is jó. Hát vigyen mondjuk, ó, nem ilyet. Vigyen mondjuk tartályvagonokat, ilyen zasból vigyen 10 darabot. Azt mondtam 10 darabot. Jó, és akkor illetve vigyen még habis? Nem, a habis a transzvagonos. Nem tudom, hogy melyik még, ami tartályvagon. Biztos van. Zaes, azaz. Illetve Zaesból vigyen még, hát mennyi darabot? Egy ennyit, és akkor mögéje, hát még mit rakjunk, hosszú tervonatot akarunk. Rakjunk még le ilyen zúzott keve. Rakjunk le akkor mondjuk még üres zasból, mondjuk így ennyit. Elmentjük, és akkor ez lesz a mi kis tervonatunk a Railcargo Hungáriával. Az élen, mindjárt jövök. Na megérkeztünk, ez a hirdetés, köszönjük, de nem kell. Közben ha itt vagytok, akkor írjatok kommenteket, nyugalom. Itt vagyok. És akkor megnézem, hogy a következő vonat az mi lesz. Mindjárt nézem, Miskolc-Tiszai. 5344-es számú személyvonat, amellyel pedig hol keresztezik? Ongán keresztezik egymást, úgyhogy az 5344-es vonatnak megkeresem az összeállítását, ami pedig szintén egy traxos, húgyos BHV-s összeállítás, úgyhogy mindjárt be is írjuk. Szóval 5344. És akkor megint visszamegyünk az All menübe, és akkor keresünk egy traxot. Legyen ez mondjuk egy sima Trax, legyen mondjuk a 480, nem 016, legyen mondjuk a 480-024-es, és így csinálunk egy csalást, hiszen ebbe én berakom a újabb BAV-kat, viszont rájöttem arra, hogy az én vonatomat valamivel fel kéne dobni, ugyanazokat rakjuk be, és rájöttem, hogy berakhatnék poznáni kocsikat, úgyhogy várjunk, csak az a baj, hogy poznáni kocsiaim nincsen normális, tehát hogy legyen mondjuk ez a szép BHV legyen elő, és mögötte mondjuk poznáni kocsik közlekedjenek. Igen, itt vannak a poznániak, de ezek már nagyon régi modellek, úgyhogy én nem ezeket a poznániakat akarom bevetni, hanem van az OR fűtőháznak. Igen, van az OR fűtőháznak egy poznani pakja, ugye mindenki tudja. Ez a Hástart Poznani, amely ugye a retro hétvégéről maradt fent. Ez a Hástart Poznani pak, és akkor ezt most letöltöm gyorsan. Közben azért még megnézem, hogy van-e még valami jármű, amit nem töltöttem le azóta. Szerintem nincsen most. Szerintem nincsen. Azért én szeretem átnézni. Jó, hát nem kő bézé, mert bézé az van. Jó, a kis samut azt letölt. Töttem. Igen, ez a BVH-mot. Ez le van töltve. Jó, akkor most ezt letöltjük. Ez 105 megabyte. És akkor mindjárt visszalépek a Consist Editorba. Jó. És akkor most egyelőre csak ezt így elmentjük, és akkor mindjárt jövök vissza a Coneditorba. Még egyszer meg kell nyitni. És hát igazából, ha már nyárnyitó live, akkor beszélgessünk egy kicsit a csatornáról, hogy mi lesz nyáron. Szeretnék sok streamet, hetente legalább egyet tartani, közben ezt gyors bemásolom. Tehát, hogy hetente legalább egy streamet szeretnék tartani, és Vencel haverommal közös videó nagyon sok lesz tervezésben.
konkrét dolgokat még nem árulok el előre, de biztos, hogy lesz sok közös vidi. Beszélgetős vidit is terveztünk, meg mindent. Na, akkor újra betöltöm ezt. És akinek van kérdés, az nyugodtan írjon kommentet. Jó, nagyon szuper. És akkor szépen tölti is mindjárt be. Igen, ez a baj, ez nagyon lassan tölt. A küldetésben illetve még szeretnék csinálni. Mit is akarok? Ja, még egy tervonatot, illetve Miskolc állomást. És akkor a teszt videó a talán videó lesz. És utána, na, a konzisztok ennyik voltak, és akkor utána folytatjuk tovább a pályaépítést. Nem a pályaépítést, az útvonali. Na, vissza is jött, és akkor ugye ott tartottunk, hogy hun is van az én küldetés. Jaj. Ajajajaj, szerencsétlenkedek össze-vissza. Tehát, hogy itt van a küldetésem, és ugye Hugyor BAV van. De ha egyből rákeresek arra, hogy BO, akkor figyelitek. Bizony, na ez már egy szép BO modell, ez a poznani kocsipak. Ez a... Igen, BO. Úgyhogy berakjuk ezt a BO-t, illetve be akarok rakni egy BKO-t. Ugyanis BKO, igen. Látjátok, itt van az IC logós is, ugye, ami a retro étvégéről maradt. IC logós, hát... Ne legyen egy sima BKO csak, és akkor elmentjük. Hát ez ilyen retro, ugye a poznáni sorozatnak is nagyon le van járatva már az ideje. Ugye aki volt a retro hétvégén, a retro Lilafüred Intercity-n, többek között én is, az ülhetett, szerintem az ismeri ezt a vagont. Tehát ez nagyon szépen le lett mintázva. Úgyhogy folytassuk is tovább, tehát a személyvonatot, az Ongai keresztet megírtuk. Akkor legyen még egy tervonat, ennek pedig a 28.616-os számot adom, és mondjuk ez egy gigant vontatású legyen. Vigyen mondjuk a... Hát ne Real Cargo Hungáriás legyen, legyen simasta. Tos, legyen mondjuk a 630-039-es. És ez pedig fals kocsikat vigyen. Fals. Á, ne falst. Majd mindjárt kinézem. Szerintem az vigyen, hát ne transzvagont, mit vigyen. Nem. Hát akkor ő pedig vigyen izéket, ilyen... Ohohoho. Hát akkor ő meg vigyen ilyen tartály, vagy... Mi ez, konténer vonatot, mindegyiből berakunk 5 darabot. Ilyen konténert, és akkor ez lesz a másik. Tervonat. El is mentjük, szerintem ez bőven elég tervonat lesz. Utána... Pedig megnézzük az Elvirában, hogy szépen Felső Zsoltcára, amikor beérkezik a vonatunk. 12 óra 1 perckor, akkor van-e kereszt? Nincsen kereszt... akkor megnézzük... hogy Miskolc-Tiszai pályaudvarra, amikor beérkezik a mi vonatunk 12 óra 8 perckor, akkor milyen vonatok állnak bent? 12 óra 8 perc. Igen. Hát semmi tulajdonképpen. Semmi nem áll bent. Na jó, azért nem. Semmi. Benn áll egy nyíregyházi személyvonat, illetve egy ózdi személyvonat áll bent. A hete... Igen, a hetedik vágányon áll egy nyíregyházi személy mélyvonat, illetve a illetve az elsőn áll egy Ózdra közlekedő személyvonat, úgyhogy ez lesz... Ennyi? Igen. Igen, ennyi. Tehát akkor beírjuk még akkor a vonatszámot.
Mi is ez? 5134. És nem tudom, hogy az összeállítása ennek milyen, mert nem utaztam ilyen személyen. 5134, még egy füzes abony szerencsi. Ó! Hát ez is Bautzeni. Hát akkor a Bautzeni lesz ez is. Nézzük meg ezt. Aha, vagy akár BDV mod is lehet, csak BDV moddal az a probléma, hogy új pályaszámú nincsen. Tehát látjátok, hiába írok be 414-et azni. Viszont ha 424-et beírok, akkor látjátok itt a BVH-mot. Ebben van BY. Illetve látjátok, igen, itt a BVH-mot. Látjátok. Úgy lehet, hogy a BVH-motot fogjuk alkalmazni, de nem. Nem, nem BVH-motozunk itten. Hát akkor nem tudom, hogy mi legyen. Nem tudom, vagy legyen, vagy ne, csináljuk azt, hogy olyan összeállítása legyen, mint manapság a IC-knek, mindjárt keresek is egyet, jó, igen, legyen akkor VDDF vezérlős, nem, hát akkor legyen a 431, akkor legyen egy szili vontatású vonat, amelyet a valós összeállítások alapján mi húz 367-es szilim nincsen, és 344 361, tehát hogy muszáj valami 300-as sorozatú legyen a 431 341-es, valamint BMX kocsikkal közlekedni, azaz hernyó kocsival. Igen, igen. Egy hernyó, még egy hernyó, és a végére pedig a kerékpár szállításra alkalmas hernyó kocsi, az a, igen, a BDMPEE kocsi legyen hátul. El is mentjük. És akkor a másik pedig ugye az ózdi személyvonat, az pedig a 5424-es számot viseli. 5424, az pedig Interpici. Ja, de az a retro étvégén volt. Sorry, az a retro étvégén volt, bocsánat, úgy kiabáltam. Aha, tehát hogy BZ-vel közlekedik, kettő darab BZ-vel. Az 5424-es, 5424. És akkor beírjuk a 117-es, itt az a valóságban a 252-essel és a 184-essel volt, amik közül egyik sincsen meg, hát gratulálok magamnak. Aj, mi van itt még? Ja, ez a retro személy, ez rohadtul nem kell. Aj, milyen bézért. Ajjaj, hát akkor valami régi Miskolci Honor bézét keresünk. Legyen a 246-os, valamint a 117-307-es. Igen, és ha nem jó, akkor csak így nyomni kell még egyet, és akkor kiadja. És akkor tessék, ennyi maga a vonat. Tehát megírtuk a konzisztokat, ezt már be is zárhatjuk, és akkor jöhet a következő ablak. Ime tehát a következő ablak, pályát nem nyitottam meg, köszönöm. Tehát, hogy ez pedig az Open Race Track Viewer-je, ugyanis ebből kell megírni tulajdonképpen a vonatok útvonalát. Tök jó, hogy azt nem hagytam bent. 4, és akkor még nem hagytam bent. Az...
melyik is az. Ez 5332, tehát berakom ide a személyeket. Így, ahogy vannak. Na most az a probléma, hogy én mivel ugye pitas németén annyira nem járok sokat, ezért nem tudom, hogy hányos vágányra érkezik a személyvonat. És akkor most megcsináljuk szépen az útvonalát, ide jó fölmegyünk idas németibe. Hát nem tudom, hogy honnét indul az a probléma. Ja, amúgy igen, ezek jelzik a vágányokat. Aha. Lehet, hogy meg kéne nézni. Hogy hányadikról indul. Az a baj, nem tudom így pontosan, hogy hányos vágányról indul. Ugye valami Alföld... Jaj! Ugye valami Alföld 7-es küldetésben megnézem, van Alföld 7-es küldetés. Melyik is az? Nem ez az. Most még én szerencsétlenkedek, keresem a... Várjunk az hánya. Itt van-e? Jó, megvan már 7.2-es. Aha, tehát azt jelenti, hogy a Miskolci érkezik a második vágányra. Amaz meg az elsőre jön. Jó. Tehát akkor beírjuk a vonatszámot. Általában én úgy szoktam. Tehát, hogy 53.35. És akkor beírjuk azt, hogy hidas németi tól megy ugye a vonat Miskolc Tiszaig. Jó, tehát akkor innét indulunk, hát valahol innét indulunk. Igen, change star direction. És akkor ugye itt kimegyünk szépen. És akkor itt ugye Ongán van a kereszt. Aha, és akkor igen, Ongán mi járunk be ugye. Egyenes irányba, ott Felső Zsolcán. Igen, és akkor a 8. vágányra érkezik be, ha jól értelmeztem. Tehát itt kérünk egy other exitet. Vagy veszünk egy other exitet. Akkor ott is van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 8? Jól tudom? Nem tudom. Olyan ritkán szoktam Miskolcon járni. Talán kétszer voltam eddig életemben Miskolcon. Remélem jó. Igen, és akkor itt lesz a... Valahol itt a endpoint. Ugye itt van vége magának a küldet. Magának a pafnak. Jön a következő. Ami ugye nem player paf, az az AI vezeti. Ez ugye az... 53.32-é. És akkor ez maga Tiszaitól megy hidas németire. Ja, és akkor ez pedig a 7. vágányról indul, hogyha jól értelmeztem. Jó, hát valahol innét indul. És valami bejár a tárolóba, nem tudom miért. Jó, itt a balvágány, és akkor itt ugye bevált, ugye... Hol is vált be? Igen, itt vált be a jobb vágányra.
Igen, ide vált be, és akkor itt még egyszer kivált a hidas németi vonalra. Igen. És akkor ugye, ha jól tudom, akkor ez jár Ongán kitérőbe. Tudom, hogy nem jó. Tudom, hogy nem. Jó, tudom, hogy már most nem jó. De mindegy, kérlek, ne nevessetek ki. És akkor jön a két tervonat. Én ezeknek általában mindig ezt a nevet szoktam adni. És én nem szoktam beírni, hogy honnét indul, ez mondjuk honnét induljon, induljon mondjuk a miskolci rendezőből. Meg induljon legbelülről a miskolci rendezőből. Igen, mindegy, hogy hol megy át. Viszont visszaváltjuk, hogy azért a bal vágányra menjen. Van, na és itt Felső Zsolcán, itt hogy megy ki? Jó, menjen át Felső Zsolcán. Azt majd nem kell passzink, passz, köszike. És akkor itt menjen, és mondjuk ez enge gyene elő forró encs megállóhely. Igen, tehát ide benyomjuk forró encsbe. Ide benyomjuk a tehervágányra. És akkor onnét majd bemegy szépen a rendezőbe, ide a hidas németi rendezőbe. Ide szépen behozzuk. És akkor körülbelül itt jó is lesz. Ja, akkor nem TR1 lesz, hanem... Akkor tehervonat 1 lesz. Jó! Nagyon szupi, akkor megcsináljuk a másik vonatot. Közben jó, a stream még tart. Szia Vilmos, üdvözöllek! Tehát, hogy a... Kezdő van pedig az 5344, de annak nem is kell csinálni, mert már megcsináltuk, hanem a tervonatnak kell, a másik tervnek, hiszen annak nem kell, mert ugyanazt a paffot használhatják. És akkor... Közben... Hát ez pedig honnét induljon? Hát ez meg nagyon érdekes helyről fog indulni. És hát ez honnét induljon? Ez meg induljon... Mondjuk ez induljon... Six... Én azt szeretném, hogy ezt a tervonatot meg itt... hol? Ongán? Nem Ongán, itt Felső Zsolt. Szán keresztezzük, úgyhogy téged meg innét a rendezőnek a legszélső vágányáról indítunk. Itt szépen beváltjuk. Beváltjuk, igen. Megint kivisszük a szélső vágányra. És akkor ez meg hova menjen? Hát ez meg menjen mondjuk a szerencsi rendezőbe. Rendezőbe. Mondjuk oda jó is lesz. És akkor ezzel mindjárt készen vagyunk. Tudom, tudom, hogy a IC, tudom. Az pedig legyen a... Ugye a kettő személy, az egyik a 5000...
Franc. 5134. Ide se írok be, hogy honnét indul. Mert az igazából csak stok. Mert az igazából csak statikus vonat lesz, és ez a hetedik vágányra megy, tehát ugye ahova megyünk, amelléje megy. Vagy amellett fog állni. Igen. És az 5414 maradt hátra. Igen, és az pedig az első vágányon fog állni. Nem. Nem itt, hanem még picit előrébb tesszük. Úgy, nagyon is jó. Elmentjük. És akkor amit nem néztem meg, én marha, hogy a személyvonat az indul-e még? Mert biztos, hogy lesz Hernádi IC. Mert én olyan vagyok, hogy nem néztem meg. Aha, 12 óra 8. Hát mondjuk várakozási idő olyan hosszú nincsen. De Nova irányba vár 3 percet. 11 óra. Tiszait nyitom meg, tehát ott nem, ma ott várakozik 3 percet. Persze, aha, igen, van. Van Hernád Zemplén Intercity, úgyhogy most újra tervezés. Kell csinálni a Hernád Zemplén Intercity-nek is egyet. Ennek meg mi a vonat száma? 190. Na hát, bocsánat. Véletlen megszakadt a kapcsolat. Tehát folytatjuk a 190-es vonattal. És a 190-es vonatnak a menetrendje az úgy van, hogy a 9. B vágányra érkezik. Tehát, hogy a 9-ről, tehát az a legszéléről kell kijáratni. Lehet nagy hülyeséget csinálok, de szóval, hogy én se tudok mindent. Bejáratjuk. Igen, jobb vágány. Ó, hát akkor mi nekünk kitérő irányba kell majd járni. Nova irányon, na majd még azt meg kell csinálni, hogy Nova irányon, igen, akkor nekünk kell az elsőre bejárni, Nova. Nova irány, és az IC bejár az elsőre, úgy. És akkor az én platform, ami az 53-35-ös számra hallgat. Bocsánat, az 53-35-ös számra hallgató PAF. Amit nem látok, ja hát föl kellene keresni, hülye. 53-35, nem akarod. Legalul van. Aj, nem mentett el. Mindegy, ezt elmentjük. És akkor még azt kell megcsinálni, az 53-35-ös PAF van,
hogy tulajdonképpen kikerüljük, tehát hogy mi fogunk az első vágányra bejárni, Novaj Idrány állomáson. Bocsánat, ezért a gyors gombokat elrontottam, rosszul osztottam ki őket, és akkor innentől fogva jön már a könnyebb rész, amikor ugye össze kell rakni a vonatokat, illetve a menetrendjeiket meg kell írni. Hát én elvirából szoktam menetrendet írni, nem a legjobb dolog, de hát én ezt használom. Tehát itt vagyunk Nova Idránynál, és akkor az 5335-ös PAF lesz a miénk. Igen, engedélyezzük az edit a módosítását, ugye ez az? Igen. Igen, 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 és akkor Nova Idránynál pedig csak veszünk egy other exitet, és akkor kész, így fogjuk elengedni a vonatot, elmentjük a PAF fájlt, jó van, replace-eljük, és akkor tulajdonképpen most jön az utolsó fázis, amelyet mindjárt mutatni is fogok. Közben addig, ha vagytok, akkor írjatok kommentet. Amúgy ez a VagonWeb oldal, ez egy nagyon jó oldal, hiszen ide ilyen valós összeállításokat fel lehet írni. De nagyon nehezen veszi be, tehát például itt látjátok, ez most a... Milyen vonat? Ja, ez a nemzetközi gyors vonat. De egyszerűen nem veszi be olyan fú de gyorsan, hiszen itt több hetet is várni kell néha. Egy-egy küldetés, egy-egy összeállításra. És akkor New Activity, itt nyomunk egy F4-et, Activity Settings, be kell írni a címet. 5335. 5335, itt van a nehézségi szint, hát szerintem berakjuk Mediumra, mert én is szoktam késni. A hossza az egésznek 1 óra 5 perc, tehát itt van, hogy 0, 1 óra és 5 perc, és mikor 11 óra 3-kor indul a vonat, akkor legyen 11 óra, nyár, tiszta idő, ez kürtölés lesz, és akkor a veszélyt azt felnyomjuk, hogy a állatok azért kigyűjjenek, és az ember is azért néha kigyűjjön. Ajjaj, 96 azért az nagyon veszélyes. Legyen mondjuk, 59 is sok. Legyen mondjuk 40. És akkor elmentjük, és akkor itt van a player, ide kell a szervizeket beírni. Az első az 5335, és akkor ide szépen beírjuk. Konzisztot meg kell keresni. De ha rányomok az első számjegyre, akkor nagyon könnyű. Itt van egy 5335. És a PAF, annak is ugyanez a száma, hogy 53-35, és akkor kijelöli, hogy Hidas Németi, Hernád Szurdok, ami kettő van, ott a távolabbira kell nyomni, és akkor hogy is állom meg? Hát szerintem mindenhol meg, Hernád Szurdok, Nova Idrány, Méra, Forró Encs, Ináncs, jó, itt néha ez az, Halmaj, Aszaló, Szikszó, Szikszó, de távol van. Szikszó, Ongaújfalu, Ongán a távol. Valóban állunk meg. Szikszó vásártéren megállunk? Igen, megállunk Szikszó vásártéren, ez nagyon jó. Következő vonat az a... ellenvonat, ami igazából csak statikus vonat, az az 53... Melyik? Na, elnyomtam, gyönyörű vagyok. Az lesz a... 53-32. 53-32, leokézzátok, és akkor... Na, nem váltott még át, na most. És akkor itt is 53-32-t megkeresem. PAF. PAF-nak ugyanaz a száma, 53-32, és akkor bejelöljük. Jó, Ongán a távolabbi helyen áll, mert Csobád, Ináncz, jó, Ináncs, jó. Következik a 190-es számú vonat, ugye ez lesz az IC.
Amihez még nem készül paff, akkor mindjárt csinálok paffot, vagy konzisztot. Tiszai jó, és ugye csak szikszón és forró encsen áll meg, úgyhogy erre figyeljük, itt a pipával jelöli, hogy hol áll meg a vonat. Na, kapcsolod már ki. Igen, Méra, Nova Idrány, jó. És akkor mindjárt csinálok még a 190-esnek egy konzisztot. Nem lesz túl nehéz a konzisztja, ezt nem is fogom mutatni, csak mondom, hogy egy, hát ilyen, ez szokott menni a 190-es, mindjárt megnézem ebbe a vagon web oldalba, mert hogy az első oldalon van, 190, Hernád IC, bocsánat, igen, tehát igazából hidas németig egy APEER, egy BMPR és egy BER kocsival közlekedik. Hát ilyen vannak is tulajdonképpen. Közben azért mi folytatjuk az írást. Akkor most jön a teher. Most annak a számára baromira nem emlékszek, hogy mi volt a tehervonat száma. Arra rohadtul nem emlékszek ám. Rohadtul nem emlékszek ám. Bocsánat, így közben szarakszok. Nézem, hogy írtatok a kommentet, de nem. Tehát arra rohadtul nem emlékszek, hogy mi volt a száma. Ter vannak, hát csak egy teher egyet írok. Ennyi, teher egy. Ú, most tökre nagybetűvel írtam, na mindegy. Teher egy, igen. Meg kell keresni a vonat számát, igen, 28.250. És akkor a tervonat 1 az ő útja, a teher 1. Akkor ez a teher 1, ugye ez az? Igen, tehát a rendező, Felső Zsolca, Onga, ez nem áll meg sehol se. Ja de, forró encsen majd el kell engednie minket. Na majd beállítok olyan menetidőt, hogy a, azért ne előzzön meg. Utána az 5344-es, amellyel pedig Ongán van a keresztünk. 5344-es, és a paffja meg az 5332, nem ez, hanem ez. A france. Igen. Zsolca Onga. Onga Újfalu Szikszó Vásártér. Nagyon jó. És akkor a másik pedig a TR2. Az pedig a 28.000. 626-os és övé pedig a TR vonatke. Kettő. Megáll a rendező. Az őben, de utána a szere. És ez meg nem áll. Majd olyan menetidőt rakok be neki, hogy azért minket ne akadályozzon. Közben betöltött a konziszt editor, úgyhogy megírom gyors a 190-est. Egy 190 valami, szilit berakok. Nem szili, berakunk valami Tauruszt. Egy Taurus vigye. Hát vigye mondjuk a 400... Ujj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 
Kell egy APR, hát nem a legszebb APR. Kell egy BMPER, illetve egy BMER. Melyik a szem? B. Ujj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 
jó, és akkor elmentjük, konzisztenitort bezárjuk.
is annak a személyvonatnak a száma? A franc tudja már. Ajajajaj. 12 óra 8, 5... 5... 5134. Igen, 5134. Bejelöljük. Mondom, bejelöljük. Megkeressük a konzisztját. Itt is van. És az ugyanarra a névre elnevezett paffját. Igen, és ez csak a tiszai bál. 5424-es ózdi személyvonatot. Bocsánat, hogy így bénázok, rég csináltam már. Jó, hát a... És akkor ennyi. És akkor most azt csináljuk, hogy a service playernek, ugye ami mi vezetünk, berakjuk az 5000. Itt alul az. Ötezer háromszáz harminc ötös. Ezt egyelőre elmentem, mert még vissza kell lépnem, hogy a 190-esnek megcsináljam a paffját. Vagy a konzisztját, bocsánat, félre beszélek. Addig közben elmondom nektek, hogy a nyáron lesz majd mindenfajta videó, lesz vlog, meg minden egyéb. Közben, amíg tölt, addig itt izélek. Tehát, hogy itt nézem. És akkor meg is lesz az óra hossza, mert mire még megcsináljuk a menetrendet, meg mindent, addigra be is fejezzük. Szerintem egy óra alatt meg lehet csinálni egy ilyet. Amúgy timetable-ön dolgozok jelenleg, azért nincsen manapság izé, MSTSS videó, de most nagyon tervezek már hosszú idő után végre újra egy MSTSS videó. Most éppensége, annyi spoilerbe elárulok, hogy ez is az egyik első lesz. Tényleg amúgy kapcsolok már zenét, ha van még jobb. Kapcsolok valami zenét. Az új zenét bekapcsolom. Nyisd már meg. És akkor így hátha jobb lesz a stream, hogy megy egy kis zene alatta. Hú, picit laggol. Így. Mivel is indult a zene. Na, közben TSR 5 elég lassan tölt. Nem, miért az MK meg? Na, betöltött. Na. Tehát akkor be is töltött. Most remélem látszódik. Igen, látszik, jól van. Most megkeressük azt az activity-t, amit az előbb dolgoztunk. Itt is van a negyedik helyen. Jaj, ups! Állj már a latorca inter City-ben nyomom. Nem egy alatt, amit jó. És
akkor megkeressük a 190-est, és akkor benyomjuk, hogy a 190.com, ez ugye az ő kis konzisztja, és akkor legalább mindenfajta vonat benne lesz, haha, jó lesz. Én már várom. És akkor már csak a trafikot, meg a timetable-t kell létrehozni, magát, a trafiknak beírjuk a vonatszámot, hogy 53.35, rámegyünk a ide, és akkor hozzáadunk egy new, tehát ezek a vonatok. Először ugye hozzá kell adni melyiket is. Az 53.32-t. Az 53.32-t hozzá kell adni. És általában úgy szoktam, hogy ilyen 5 perc indulás előtt álltam bespannol. 9 óra 37. Fog ez akkor bespannolni. Utána jön a 190-es Intercity, ami meg 10 óra 25-kor fog bespawnolni. Utána jön a teher 1. Itt a teher 1, ez mikor spawnol? Hát ugye mögötte jön, akkor mondjuk menjen 10 óra 30-kor, tehát mögötte megy. 53.44, az 11 óra 42-kor. Az 11 óra 37-kor spawnoljuk. Jön a TR2, azt mikor a spawnoljuk? Spónoljuk be. Ugye, hogy 15 órára én milyen vagyok. 11 óra 55-re. Valamint már csak két van kell. Kell az úzni. Ezeket meg délre spónoljuk.
Hát ilyen össze-vissza keveri, na mindegy. És Ongaújfalu nem áll meg, most látom. Úgyhogy egyetöm. Aha, Ongaújfalu nem áll meg, úgyhogy Ongaújfalut kivesszük hatalmas léptekkel. Olyan, hogy Ongaújfalun megállunk. Nem tudom, hogy miért keveri ez össze. Várjál, hogy van a menetrend? Tehát hidas. Meti. Novaidrány, Méra. Forró Encs, Inács, Csoba, Csobád. Csobad. Hal. Majd Aszaló. Szikszó, Szikszó Vásártér. Utána van passz, ez nem tudom, hogy most hogy van, majd megnézem. Nem baj, hagyjuk ezt így egyenlően, csak itt vesszük ki Ongaújfalut. Ha nem lesz jó, akkor majd megnézzük. Én is ilyenkor az összes adatot eldobja. Áfászomba, mindegy. Most megpróbálom fejből tolni, amire emlékszek. És amely a küldetés ki lesz adva, ha valaki kéri. Onga. Ja, és akkor meg is van, és akkor hogyha meg az összes állomást és megálló helyet, és tudunk akkor ki, hogy átlagosan mekkora az átlagos, 54 km per óra. Ezt érdemes minden menetrend után ezt elmenteni. Ez érdemes. Akkor az 5332-es, amely ugye 9.42-kor indul. Onnét. Igen, hát ez se áll meg Ongaújfaluban, úgyhogy ezt így. És nem baj, megállunk Ongaújfaluban.
Nem baj, csak írok valamit ide. Meg már. Asszaló. És ha nem felejtem, ez lesz a következő videó. Mármint The Line. Vonal bemutató. Jó, és akkor már csak 3 adat van. És beállítom 11 óra 10-re, hogy legyen. Jó, kiszámolta, és akkor jön az IC most. A 190-esét. Kicsit lagolgat, de mindegy. Komolyan? De most szivacs, hogy a vonat a Szikszó vásártéren áll meg. Ezt a ügyét. Jó, na akkor ezt lehet újból írni, mert nem tudtam, hogy Szikszó vásártér, Halmaj, úristen. Ebben látszik, hogy az ember fejből akarja nyomni, mekkora hibák vannak benne. Na akkor lássák. Halmaj, Ináncs, meg Novaidrány. Hogy te még meg is állsz Novaidrányon. Jaj, de szép vagy, jaj, de örülök neked. Nem baj. Akkor ez 10 óra 30. 46, 40. Ja, és akkor a ter van. Jaj! Mi ez a Philips? Rosszat raktam be a menetrendben, nem a... Nem ez a teher egy. Ugye a service undefined. Nem találta meg a szervizét.
Jaj, de okos vagy. Mi van? Miért nem lett jó a szervizen? Na most jó. Nem két szem egy a tej. Tehát, hogyha ez viszont forró-e, és engem el akar engedni. Ja, ilyenkor át kell váltani egy másik trafikra, és akkor vissza a sajátra. Mi undefined? Hát már! Itt a izé. Videó egy persze, ne. De hogy a videó trafikját akarom, az enyémét. Akkor is. Jó, kis tehere egy is. Na, én is így megszivatom saját magam. De nincs is egy kis teherre egy, akkor most mi a francot csináljuk? De most mi? Na? Ez nem igaz. Terkettő annak van. Jó, a ternek egy ilyet beállítok, hogy ne kelljen túl gyorsan mennie. Teherej, de komolyan, nincs a teherejnek. Hát mit állítottam én be? Ó, megvan a hiba. Megvan. Amaz a teher egy. Az kell nekem. Csak a játék összekutyult mindent. Szikszó és a szol engedély a forró encsen. Na most lesz jó. De most jó, hát most mi a bajod? Jó, tudom, hogy két teher egy van. A játék az összekutyul mindent. Na, most át lehet nevezni a paffot. Azt a betyárját. De érdekesen egy tervonat egy a neve. Akkor szervizeti torva miért nincs tehervonat egy? Ja, mert tehernek lett átnevezne, bocsánat. Hát nem ebbe akarom én megnyitni jegyzettömbbel. A paffokat mindig avak. Jegyzettömbbel. Francokkal kell adó Photoshop. Most megváltoztattam a ter egy a izéjét. Szajol, azt kell. Befejezném a videót, azt... Vagy egyelőre jó-e? Vagy megint összekeveri? De miért keveredte össze?
Nem. Elmentjük és megint újra belépek. Mert egyszerűen tervonat egy a neve. És miért nem akarja? A francokat már transport fevelt akarta át izélni. Ó, franc, ki van már? Szenvedés az egész, srácok, ez az egész szenvedés. Sorry ezért, hogy szenvedek. Kapcsolok be másik zenét, hát ha jó lesz. Legyen ez, ez jó zene, ez tetszik nekem. Legalább egy kis chill out lesz. Mindjárt jövök. Kérlek teljes erőt, már nem akarok többet írni, please. Szállj már meg engem. Na, szerviz editor. Na végre! Tehervonat egy át kellett nevezni az egész. Folytassuk. Elindul, viszont a szemben, hogy én forró encsen ki tudjam kerülni őt. Mi? De mi ez? Hát what? Hát miért kevered össze a paffokat, holott már átlett itt? A francon ki van. Nem. De összecseréli! De mivel cseréled össze, te szemét? Na mindegy. Átírom, az kész. Ahogy szerintem így zenével még jobb a videó. Ugye? Szerintem igen. Ha nem halljátok, hogy mennyit ordítozok. Halált, hogy én itt mivel Jézus. Thank you.
csináltam Hidasi Ter néven egy új paffot, most már remélem működni fogsz. Ha nem, akkor kihúzod a gyufát. Lefagyott az OBS valamiért. Nem tudom miért. Jó, ezt kivesszük. Játék. Na, mondom, játékfelvételt kivesszük, jó. És akkor ahogy látjátok OpenRails-ben, hogyha rákapcsolok, hogy Alföld 7.2, akkor ha minden jól megy, akkor meg is nyílik nekem tulajdonképpen az Activity. Jó, betöltési hibás, és így már meg is jelent a mi kis activity, 11 órás starttal, és akkor meg is nézzük, hogy betölti-e, és akkor hát real time szerint megpróbálom levezetni, mert ugye 20 perc múlva indul, ha jól tudom. Csak még itt az MSTR-be kell gyorsan egy módosítás. Hiszen a GetView fájja a 12-es választottnak, az nem teljesen olyan. Tehát, hogy a keviewja nem a tökéletes. Sound. Include. Trax beállítása. Igen, Trax kap, de jó. Tehát akkor ez maradhat, és akkor meg is nézzük, hogy akkor, hogyha most betölti nekünk, akkor remélem jó lesz. Hát amíg az Activity betöltődik, beszélek. Tehát, hogy ugye a nyár szünetben rengeteg videó lesz utazós vlog, közös videók, meg minden.
No, mindjárt betölti, remélem. Tehát rengeteg közös videó lesz, meg minden, írhattok, hogy milyen játékból legyen videó. Meg minden. Nyáros videóról szól. Heti két videó lesz, ugye, mint az online oktatás alatt, vagy három, majd meglátom. Na hát akkor itt is vagyunk, meg is érkeztünk. Gyönyörű szépen beálltunk. Hát van egy kis gond. Itt a Szili. Viszont nekünk van egy kis gondunk, ugyanis eléggé távol állunk. És ugye a menetrendet nem veszi be, úgyhogy nagyon szép. Ezen javítok, de ahogy látjátok, így kell activity-t készíteni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Videóban találkozunk. Sziasztok!